Szervusztok, srácok! Üdv mindenkinek! Folytassuk a vovozásit, ugyanis már nem kell sok, és elérjük a 2500-as mythic ratinget. Ez a cél. Igen, a karakterválasztóban jól látjátok. 80-as az evokerem, és 80-as a paladinom is. Próbálok aladni az ő gírjükkel is, hogy így más szemszögből is megnézhessük ezt a kiegészítőt, bár lehet, hogy azokból a tervekből egyébként már csak a következő szezon lesz az, amivel így foglalkozunk, illetve a mai nap lesz egy bejelentés, ha minden igaz, este 7-kor Warcraft tematikájú bejelentés, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit fog majd elénk tárni a Blizzard. Amit itt most láthattok és új, az az, hogy felraktam a Shadow Unif frame-et, azt, amit egyébként is nagyon szeretek használni, és a kellő mennyiségű információt mutatja nekem, nem többet és nem is kevesebbet. Illetve felraktam egy Vika órát így a Shadow papoknak, vagy legalábbis a papoknak, nem tudom, lehet, hogy a Shadow papoknak. Mert mondtátok, hogy nekem ez nagyon hasznos lenne, hogy nem folyamatosan lefele tekintek, hanem itt nézem a CD-ket. Nyilván ezt szoknom kell, hogy ha éppen valamit akarok nyomni, akkor hogy állok, mert más a sorrend is, meg ilyenek, de ja, ez még egy olyan dolog, hogy valószínűleg még nem csak ezt fogom nézni. Meg tudnál mutatni nekem egy full CD-t a Damikon? Persze. Ha ilyen kívánságaid vannak, bár igazából fogod a karakterem nevét és beírod a simulation akármibe, azt meg tudod nézni, hogy hogy állok. Hogy így mire képes a karakter. Nagyon tetszik a diszpump, pláne ugye, hogy mindig DPS voltam, és ez félig meddig DPS, és így nagyon bejövös. Én a panda alatt nagyon szerettem. Hoppá, az első mid trackes itemünk? Lenne most itt ez a chest? Mastery Haste-es, szóval ez egy jó pick lehet. Igen, és van még itt egy trinket. Hát ez annyira nem. Hát, ja. Akkor lett egy ilyenünk, amit át tudunk majd alakítani. Bár egy mitrekes fejes lenne az igazi. Mert azt tudjátok, hogy hogy néz neki. Mitrekes fejes. Fú, szetek. Szetek. És itt kell nekünk a mitik. Na hát az ilyen. Ha valami, akkor ez nagyon shadow. Igen, ez a chest elég jó átalakítva. És ha már chest, így fogunk majd kinézni. Ja, egyébként nem csináltattam meg Somával azóta a bracer-emet, de cserébe már van 118 gilded crestünk, úgyhogy ezt bőven meg tudjuk csinálni. Szeva, gyere rám! Szia Soma! Szevasztok, skacok! Ja, és igen, ami nekünk kell, az 12 rating. És meg lesz a 2500. Az egyik célunk, utána már csak a körvet kéne összehozni. Damikon szeretnél CD-t? Hát nem tudom. Milyen Damikon szoktak amúgy CD-t mutatni egy ilyenen, mondjuk? Tessék. Mondjuk. Nem sokat fogsz látni belőlem. De majd elmondom. Hát igen, még mindig nem oda nézek, ahova kellene. Most 700 000-et nyomunk egyébként. 800 000, 1 millió. Egy milliót nyomunk most. Ja, ilyen 1 millió körül vagyunk. Jó. Na jó van. Szóval, amit én akarok menni,
igazából bármi, ami nem Mist, nem Dawn és nem Stonewall volt. Így. Ja, és amúgy van egy 10-es arakaránk, szóval lehet, hogy azt meg kéne próbálni meghirdetni először is. Nagyon csöndben vannak a cecákok. Amíg itt várunk arra, hogy joinoljanak emberek, addig, ja, megijenek. Izus, gyere rám! Kíváncsi vagyok, hogy mennyi idő kell, hogy csatlakozzon az első ember. Hát már látom, hogy mit csinálnak. Kifli alul volt a bútoron, Vekni pedig a felső kis befekvősi részen van. Van egy 624-es lokkunk. Ő igazából... Hopp! Egy 616-os paladin! Gyere paladin barát! 626-os DK. Na már is többen jelentkeznek. Ott egy 635-ös auto hard shot asztarolat. Na erre kíváncsi lehetek, a 635-ös csávó az így mit nyom. Lehet-e 623-as lokkal csatlakozni? Persze. 621-es healer. Azt mondja, hogy 621. Várunk még. Majd mondd, hogy melyik vagy te Norbert. 621, igazából az jó lehetne, 621-es. Ja, ő igazából jöhet. Mert látom, hogy tapasztalt. Najusz, az a neved? Ja, hogy Bajusz, meg vagy. Hát nincsen herónk, az a helyzet, az a nagy helyzet, de nem kell heró. Vagy lehet, hogy a Hunter tud ilyeneket. Majd meglátjuk. Bolond arakarás. Meg amúgy lehetne venni itemet. Tehát, hogyha valaki nagyon szeretne herót, vagy nagyon szeretne combat rest, akkor ezeket meg lehet csinálni azzal, hogy veszel ilyen itemeket. De én nem tartok azon a szinten, hogy ilyenekre legyen szükségem, mármint, hogy nem vagyok olyan milliárdos. Legalább lesz két Power Infusionunk. Ja, én is kíváncsi vagyok, hogy mik lesznek az esti bejelentések. Képzeljétek, nekem még egyetlen egy újra dolgozott Tier 2-es setem sincs egyelőre. Üdvít srácok, köszi szépen a követéseket.
Észre van mindenki, mindjárt megy egy countdown. 100 token után nagyon könnyen lehet kiszállni. Ja, nem foglalkoztam ezzel, megmondom őszintén. Nem foglalkoztam egy ideje már ez a szülinapi dologgal, de eléggé könnyítettek rajta. And now you learn the true. 10-es kulcsot megyünk. Kb. Mindenből már csak a 10-es kell. Nagyon szép damage-e van a Hunternek. Nem vágom, hogy itt a mobok miért jöttek rám. Hunter mindjárt jön vissza, csak respecel. Dodge. Basszus, olyat támadok, aki nincs rajta a dotom. Júj. Ilyen orvos hülyeség van. Meghalt a tank. Az baj. Az elég nagy baj. Bekasztolták itt a fírt. Hamarabb kellett volna az diszpelleznem. Tank az azt mondta, hogy na akkor csumi. Hát akkor ez egy gyors rám volt. Zildura, Silvermoon. Vatja. Ez gyors volt. Hát sajnálom amúgy Norbert. Ilyeneket csinálnak az emberek egyébként. Ezzel nem lehet mit csinálni. Vibe, az kilép. Viszont most biztos, hogy nem fogok 9-eset menni, úgyhogy megpróbálunk valahova bekéreckedni, igazából mindegy, hogy hova. Lehet esetlagozni? Persze. Bekerülsz abba a rámba, amiben én vagyok, akkor igen. Az a gond, hogy itt most bekerülni egyáltalán valahova, ez omega szívás lesz. Bár csak egyébként a Raider.io trackkelni azokat, akik így kilépke. Bár az a gond, hogy azt meg abuse-olnák. Nekem van egy 9-es, ha leszeretnétek törni. Ez is olyan volt, Krisz, mint hogyha egy TikTok kommentet olvastam volna fel. Én most láttam, minden héten mész legalább 4 Time Walkingot, 5 héten keresztül kapsz egy miecske mountot. Hoppácska. Miért? Hát mert... Tehát nincs egy fél perc, hogy mondtam, hogy csak 10-eseket kell már csak mennem. És azt mondod, hogy van 9-eset, amit lehetne törni.
Most én nem vágom. 14-es GB. Persze, persze. Van egy 11-es arakarám, szívesen töröm 10-re. Igen, mehetünk amúgy. Hát én most az én 10-es arakarám beletörve 9-re. Szóval mehet amúgy egyébként. Ezt akkor észbe tartom, hát de ha nem tudsz bekerülni, akkor most lehet ír az jó. Hát de... Minek menjek 9-est? Egyébként. Semmi értelme. Hát amúgy tudnék menni 9-est és tudnék vele javítani, de teljesen fölösleges. Én úgy látom. Inkább menjek egy 10-esen. Hát gyere amúgy nyugodtan. Dominik nyugodtan írja a kommunitásosba. Nyugodtan írja a kommunitásosba, és akkor megy az invító. Napi 15 perc időn van játszani, milyen karaktert érdemes kezdeni. Ez jó. Mi is hiába írtuk ki kettesre, hogy chill meg learning dungeon, mert új player van velünk, kaptunk olyan beszólásokat, meg kiléptek. Hihetetlen amúgy ez. Na hopp. Na, hát most konkrétan bement Kifli elvégezni a dolgát a megadott helyre, aztán pedig ment be Vekni, és ő is nagyon össze van hangulva a WC órájuk. Mi a kommunitek a neve? Vadászkunyhó. Igazából most már azt mondom, hogy mindegy, hogy mit megyünk, csak menjünk valamit. 10-es Stonewall-t. Hadd szóljon Stonewall-t! Hadd szóljon! Green Battle, hadd szóljon! Remélem, hogy a Warcraft 30 is ad valami jó kis cuccot a Trading Posthoz. Hát amit ad, azt már meg lehet szerezni, nem? Azokat a backeket, vagy miket. Big Dips? Na, hát az én vagyok, Big Dips. Én Grimbatolt nagyon szeretem. Két montot lehet most nézni a Twitch-en. Hoppácska. Én most egyet sem néztem, szerintem. Valamiért nem találja neked? Mert nem kereshető. YouTube-on a WoW-os videók alatt van ott a link, a kommunitásos link. Illetve itt sem van rá parancsa a felkiáltó WoW közösségi ékezetek nélkül, meg egyben. Bármilyen 10-esre vagyok ugyanúgy, és sajnálom a kulcsot. Hát ez ilyen, semmi gond. Ilyen ez a pugolás. Fogja magát a tank, aztán kilép egy vibe után, és még csak nem is bosszolhatunk meg. Csak szimplán a Hunter kiment, mert talentet váltott, azt a tank meg azt mondta, hogy jó van akkor. Egyrészt nem várjuk meg, másrészt ha meghalunk, akkor meg jól ki is lépek. Van egy 10-es kulcsod? Villás? Édes Isten. Jó, akkor most azt fogjuk csinálni, hogy olyat mutass nekem, ahol nincsen tank, vagy mi az, nincsen heal egyáltalán. Nulla heal, így. És akkor oda megpróbálunk bemenni. Úgy látom, hogy itt sokkal több esélyem van. Na már meg is kaptuk az első decline-t. Dombréke, amúgy nem. Tehát ha már ilyen szűréseket teszünk, akkor a Mistet meg a Stonewall-ot kivesszük. Ó, Green Battle-os. Siege of Boreos.
Huggal ütöttem 13-ig, nem, mert a karival szóval nem lehetetlen. Persze, nem lehetetlen. De napközben nagyon nehéz csapatot találni, illetve hogyha olyan játékos vagy, mint én, hogy ritkán vovozol, tehát ilyen heti pár órát csak, akkor lassan haladsz, nyilván. És hogyha nem a játék, tehát nem haladsz a top playerekkel úgymond a játék legelején, hanem így mondjuk kiadsz egy hetet, akkor lemaradásba leszel, ami nyilván behozható, hogyha eleget játszol, de én nem játszok eleget. Nem könnyebb olyat keresni, ahol tank nincs, healert nehezebb találni, mint tankot. Hát megnézhetjük majd azt is. Múltkor úgy felúsztam magam azért, hogy nem lehet érvényesülni, és nem hogy 10-es kulcsa, de még 8-asra se kapok, mert 623-as itemlevelre 2003-as létingen. Hát persze, láttad itt az előbb is egy 300, a 635-ös Hunter jelentkezett 10-es kulcsa. Ja, értem, szóval ez nem nekem szólt, hanem Twitch nézőnek. A City of Threads, esetleg. Hát ez eddig offos. Ezekkel saját kulcsot nyomni. Hát most az volt a terv, csak kilépett a tank, úgyhogy most 9-es a kulcsom, 9-es kulcsot meg nincs kedvem menni. Bár lehet az lesz belőlem. 12 pontot kéne összeszedni, és úgy gondoltam, hogy ezt most így pikpak meg tudjuk csinálni, de lehet, hogy nem fog így pikpak összejönni, és a 9-es kulcsomat kell nyomni. Na, hát akkor váltsunk itt a dolgokon. Azt mondja, hogy nulla tank, egy heal. Szevasztok, cecánkok! Na, látják itt az egeret, ahogy mozgatom, és rá vannak feszülve. Common sense. Tried of losing my plus 10 key. Hoppá, az 9-es? Hát az biztos, hogy nem megyünk olyat. Arról nem is beszélve, hogy nézik a klasszokat, én Survival Hunterre játszom, mi de onnan kidobtak, mert jaj, ne egy Hunter, aztán egyszer, mikor végig top 2, nem is voltam Heroic Raid-be, felhívott DC-re a leader és a guildbe is bevettek, mert a meta spammer játékosok nagyjánál több volt a DPS. Igen, ezek előfordulatnak. De a saját kulcsod van, akkor is simán ott hagynak. Igen, persze. Hát most pont az történt. És még csak nem is kilép, érted? Tehát a kilépne, az sokkal, hogy is mondjam, kedvesebb lenne. Mert így most az ember vár, hogy akkor most amúgy offline lett, vagy most mi van, érted? Egyébként... Ha valaki kifagy, akkor nem lesz azonnal offline, tudtommal, hanem még bent marad egy kicsit, és csak akkor dobja ki a rendszer, amikor visszalép. Legalábbis utolsó információm erről ezek. Túlságosan elfogultak az emberek azzal kapcsolatban, hogy ki milyen klasszt játszik, pedig plusz 17-ig igazán mindegy, hogy mit játszol, csak legyen item leveled. Hát figyelj! Plusz 17-ig. Hát 17-es nyomnak az emberek amúgy. Azt nem is gondoltam. Szerintem ez a nagy metaság az embereknek a 0,00001%-ánál fontos, aki komolyan űzik a játékot, de hát ezt már nyilván számtalanszor hallottátok tőlem, úgyhogy kár is most ebbe jobban belemenni. Annyira nehéz elérni a 2500-at? Dehogy is. Úgy nehéz elérni a 2500-at, hogyha nem a WoW a főjátékon. Ez a plusz 17 nem Dragonflight-os info? Hát, ha Dragonflight-os lenne az info, akkor is a 17. Tehát ha a 20-as kulcsot ütöd, akkor se számít, hogy mi a meta.
Szóval azért furcsálom én is most. Jó, hát ebben nem lesz semmi. Ebből úgy néz ki, hogy nem lesz semmi. Jó van, akkor ezt most untam meg. Most ez nagyon meg lett unva. Biztos, hogy nem jöttök duplán. A commodities linkre kattintva a page not found-ot dobja fel nekem. Igen, ez direkt van. Blizzard elfelejtette, hogy van ilyen rész. Része a játékának, hogyha valakik a commodities linkre klikkelnek rá. Úgyhogy az nem megy. De úgy, hogyha azt a linket fogod és beírod ide, amire a 404-et kaptad, akkor meg működni fog. Persze! Csókolom. Aztán hogy nem is volt izé. Mondjuk nem emlékszem, hogy milyen volt a tank. Azt mondtam rá, hogy a ménye jónak tűnik. Nem, a healerre mondtam azt. Na, skizofrén, ő jöhet. Igaz, Warrior, nem meta, de nem számít. Azt látom, hogy ütött már 2800-at, szóval jó lesz nekünk. És ő még hozzá magyar is, tessék. ...632-es healer, asztarat! Ez te vagy? Hash Rihanna? A hasham? Asztarat! Na, akkor most egy CR-t kéne hozzunk, mondjuk egy paladin. Egy kőkemény paladinját. Bár lehet, hogy bajusz is tud CR-ezni, de nem vágom, hogy a loknál ez pontosan hogy működik. Az a helyzet. Sikerült bejutni a community-be? Zsír. Na most már olyan emberek közül lehet csemegézni, hogy csak nem. Tudsz felszedni? Na, királyság. Na nézzük. Slim Shady. Na nézzük, van-e valakinél megjegyzés? Hát, ha van köztetek valaki, aki esetleg jön. Nem instant tudsz felszedni, aha. 3K-s DF IO-ja van. Hoppácska. Meghirdetem újra. És akkor megnézzük. Mondjuk ez 9-es. Mindegy is. Milyen emberismenteket használok? Itt van. Authority of Depths, meg itt a másik, ez ami duplázza. Na, ez mi lehet vajon? Balance druida lesz? Az mehet. Neki egy pont kell a 2500-hoz. Aha, balansz druida. Itt van. Dugi. Hogy megy a WoW? Hát megyeget. Megyeget. Na, örülök, hogy ennyien jöttetek végül. Tehát most gyakorlatilag egyetlen egy random van a grupba.
Többi az aktív vagytok, meg én. Már értem, hogy 6-21-ben miért nem vésznek be plusz 10-re. Hát látod, mert egy csomó sokkal jobb, nálad sokkal jobb jelentkezik. Úgyhogy ez ezért van. Mármint izébe jobb, item levelbe jobb, meg raiderrel jobban jobb. Skillben meg nem biztos, hogy jobb, ugye? Csak hát azt ugye nem lehet tudni. Azt akkor lehet tudni, hogyha már mondjuk, mit tudom én, ilyen 2700, 2800 körül vagy, talán. Bár nem tudom amúgy meddig lehet elbusztolni a másikat, szóval én ezt nem tudom megmondani. Cukorka! Igazából ezzel is lehet, hogy meg lesz a 2500. Tehát most majd kiderül. And now you learn the true lesson of the void. Ezt lehet-e tudni, hogy lesz Panda Classic? Én ezt nem vágom, srácok. Na, ugye a másiknak a neve az pedig a... Hát nem tudom, mi a neve a másiknak. Vagy hogy hova van az rakva egyáltalán. Hú, asztalan. Dodge. Azt nézzétek a... Mit nyom a balansz? Hát, hogy kellett volna közben mi intézni az affixot, mi? Basszus, azt is úgy támadom, hogy nincs rajta semmi. Ez egy jó nagy pool volt egyébként. Aha. Azt hittem, hogy át lehet ugrani. Hát, rosszul hittem. Jött a vaultból egy mid-track-es chest, amit majd tudok használni. Azt, hogy senki nem ment rá a dot. Dodge.
graphics. Your ascension. 3, 2, 1. AOE. Na basszus. 3, 2, 1. AOE. Rosszul mozogtam nagyon. De igazából ez így 9-esen talán nem számít. Jó kis varlok, de szeretem. Bizony van varlok a csapatban. Érted, mentem volna lootolni a boss-t. Édes Isten. Milyen a priest? Hát tudsz haladni a szezonok elején a többiekkel együtt gírelődni, és nem maradsz le, akkor jó. Amúgy meg szívás van, mert még csak nem is meta. Úgyhogy nem hozzák csak úgy. Mert nem pikkelik csak úgy a gruppokban. Nekem a izé. Progress időszakomban voltam én, nem a Shadow Papa Lich King alatt. Hogy a mai WoW streambe lehet amúgy szerezni a izét, a momentot. Azt hittem, hogy ilyen Twitch dropra gondol a Soma. Melyik heal class a preferált? Ezt most nem értem. Ebben a képben mennyire erős PvP-re, PvE-re? Pap, nem tudom mennyire erős lehet PvP-re az a helyzet. AOE. Attól függ, ki játszik velem. De ha az érdekel, hogy meta, akkor meg vannak ilyen oldalak, ahol meg lehet nézni a metákat. Ha az a kérdés. Azt nézd, hogy nem volt fönt, nem voltak fönt az AOE-k megint. Azt amúgy CD-n voltunk. Úgy értem, melyik heal klasszokat keresik leginkább a 15 feletti kulcsokra? Van ez az arkon.gg oldal, azt javaslom megnézésre, és ott a Warcraft log alapján mutatja neked, hogy mivel játszanak a legtöbben, meg ilyenek. Mit preferálnak.
Ő ott végignyomta, hogy bejött a Bloodguard, gondolom igen. AOE. Tizenöt feletti kulcsok nem nagyon vannak? Igen. Valaki itt az előbb a 17-est írta, hogy a 17-től számítanak a meta klasszok. Szerintem akkor már van 17. Mármint, hogy ütöttek már olyat. Próbáltam itt nagyon a szélén tartani, azt jól el is szúrtam. Azt hittem, hogy elég menő vagyok, de közben nem voltam elég menő. Hát igazából elnyomatjuk, ha legyen ebből baj. Elnyomtuk a Pumper Infusion-t. 10 percén is látni 15-ös korsa. Az igen, miket látsz. Visz. Ez jó. Hát végül is jó, oké, meglettünk.
Hát a 11-12 az már lényegesen erősebb, ugye a nehézség miatt. Hát ez jó volt, gondoltam kijelölöm, hogy ott mizu. Ezt nem tudtam, közelebb kell menjek, hogy tudjak fírálni. Gyorsan eldullantom a Power Infusion-t, hogy még itt legyen a bossra. Esportolók nyomják a 17-eseket? Na, legalább jó tudni, hogy ők miket ütnek. Akkor... Kicsit késő nyomtam el, mármint hogy korán nyomtam el. Le ne fújjam.
drop. Kár, hogy ezt hárman ütöttük. Arakara, Seg Brode. Nice. Mr. Diablo. Az igen, ketten is már itt, ketten is már rácsapnak. Na nézzük, mennyire voltam rossz. Remélem, hogy nem mossa össze a tízest ezzel. De meg nem is néztem, hogy milyen kulcsot kaptam. Green Battle. Aki szeretne maradni, nyugodtan maradjon a grupba, és akkor mehet egy 10-es Green Battle, hogyha benne vagytok. Túl magas a kulcsom. Maradsz bajoszokes. Na nézzük. Mennyire voltam jó? Hát lehettem volna sokkal jobb is, igen. Igen, igen. Hát az arakarában nem vagyunk jók. Na, köszi szépen amúgy, hogy jöttetek. Skizofrén meg Hesem. Köszi. Na nézzük, akkor 10-es a Green Battle-os. Szerusz Dávid, üdv mindenkinek. Aki akar, nyugodtan joinoljam. Jó nagy kupi van itt most az inventóriában. Jel nekünk egy chest. Azt mondja, hogy chest 623-as, és akkor erre akarjuk átalakítani. Ja. Milyen hét van? Nem tudom. Tízesen már mindkettő, úgyhogy... Bár ezt te úgyis tudod, nem azért mondtam. Félrenélés. Azt írja, hogy tyrannikál. Gondolom, a tyrannik, amelyik előbb van, az van, gondolom. Nem vágom. Ez a Zala trinket, ennek olyan szerencsém van, hogy 5 karimra is kéne, és heti 30 körben még egyszer se kaptam. Az kemény. Hívjunk be. Majász papa. Na tessék, Majász papát behívjuk.
Jó, és akarunk venni dolgokat. Kristaline Radiance. I have an extended supply of goods for outliners. Nem Kristaline. Két ellel van. Radiance 4000. Az komoly. Elnézést. Csak akkor felcsapjuk az új chestet. Bam! Két pont kell. És kaptunk valami jutalmat, mert arakara volt. Ja. Legyen az. Ízlel az öv? Tényleg az övünk nem néz ki úgymond úgy, ahogy kéne. Ez nem jó kinézet. 6-21-es... Hát, sámán. Az helyzet, egy sámán kell. És nem azért, mert sámán izé... Vagy nézzük meg ezzel a sráccal. Sámánt hoznék amúgy szívesen. Jó, hogy ennek... Na várjál, ennek nem... Még az ikonján is egyébként kéne lenni az övön valaminek, és nincs rajta. Bágos az öv? Vajon? Amúgy. Lehet, hogy bágos az öv. Hiányzik a közepéről ilyen jel. Ugye megnézzük. Mi ez az öv? Az a neve? Akrid Ascendant Sash. Akrid. Nem, ezen nincs rajta. Ha. Azt hittem, hogy rajta van. Csak a mitrekesnek van fényjel az övén. Igen. Tényleg. Tényleg. Elnézést. Torinás. Persze, Torinás jöhetsz DPS-en. 5-96-ban. Na, ott is van. Narasá. Csak a Mythic Raid-nek van ilyen személyen kinézete. Ja, igazatok volt. Igazatok volt. Na gyorsan újra meghirdetem. ...2500-hoz már csak 7 pont kell. És nagyon szeretném amúgy kiszedni. Meddig tart még szerintetek ez a szezon? Mert nagyon szeretném még kiszedni az Evokernek ezt a szetet, mert brutál jól néz ki a HC. Mondjuk így most lehet, hogy pont nem adja át a törpöm. De ugye ez a szet elég jót van. Nem tudom, hogy lehet-e itt modellt váltani. Január, február? Addig csak ki tudom szedni. Addig csak ki tudom.
6-16. Végül is meg lehetne próbálni egyébként, de nem látom, hogy nagyon lenne tapasztalata 10-esen a tanknak. Jó, hát igazából ez így nem is kérdés. 6-31-es palatank. Green Battle az egyik legnehezebb. Mi miatt nehéz egyébként? Mi miatt nem szeretik az emberek a Green Battle-t? Azt is valahol el kell kezdeni? Persze. Ha most nem azon múlna egyébként, hogy 7 pont kell a 2500-hoz, ez az egyik célomhoz ebbe a szezonba, akkor lehet, hogy mehetett volna. Tehát nyilván nem azon múlik. Tankot nagyon megcsapkodják, hogyha nem warrior. A trash vagy mi az, ami nagyon csapkod? Egyébként nem tudom, hogy mi a helyzet a pug tankokkal, de nagyon kevesen csak, hogy is mondjam. Hát mondjuk lehet, hogy ez nem csak a tankokra igaz, hanem mindenre, de talán a tankra meg a híre, mivel kevés van. Nagy százalékban csak felkerizik mások egyébként a 10-esig, és van, hogy egy csomószor nem is tudnak játszani. Csak eleget játszanak, kitartóan játszanak, és még hogyha rosszak is, akkor is el tudnak addig jutni. Ja, már mindenki bent van. Jó. A Molten Giant és az Enforcerek. Ó! 680-as gírben van 160 pontom, és senki nem akar vinni, még 4-es kulcsra se. Hát figyelj el, amúgy azt lehet csinálni, ha nem visznek, akkor kezdett kicsiben. 2-es kulcsok, aztán, hogyha mindegyik megvan, akkor 3-as kulcsok, megvannak azok is 4-es kulcsok, csak hogy szépen lassan haladsz fel. Legalább tanulod a karakteret, tanulod a rútot. Green Battle-ban a második és a harmadik boss agyvérzés, ha valaki nem tudja hány óra. Na nézzünk egy ready check-et. Aztán nézzünk egy timerest. Aztán odaadjuk a leadet Heimdallosnak. Aztán majd jól kikkel minket. 10-es kulcsot megyünk, srácok. And now you learn the true lesson of the void. Harmadik bossnál igazából csak a tanknak kell főleg figyelnie, nem? Three, two, one. Mindenkinek? Hogy halljanak? Hogy halljanak az addok? Hát én most itt figyelmetlen voltam. Elég csúnyán. Bocs, hogy ide izélek. Valaki hozzáír a spawnhoz, akkor könnyen lehet grufájt. Én nem gondoltam, hogy ez annyira durva. Mármint, hogy így én általában el tudok előről szaladni, úgyhogy nem szokott gondot jelenteni.
de szoknom kell még egyébként az, hogy itt van ez a weak aura. Ez a hét brutál jó egyébként a papnak. Your ascension is complete. Ügyesek voltak. Hú, nem tudom mennyi idő lesz, hogy megszokom a izét. A Vika urát. Szevánelosz. Mi a helyzet? Jövő content mikor lesz? Remélhetőleg most már kiderül. Mármint, hogy ma. Osztora. Itt egy kicsit elnoboskodtuk az időt. Az a helyzet, hogy erre a része még nem tudom kiszámolni, hogy mennyi CD fér bele. Azt nézem amúgy, hogy elég jó a csapat. Majesz papa még túl is teljesít egyébként, mert mint hogy nem úgy, hanem hogy ő elég jól nyomja. AOE. Nem is tudom, hogy ezzel mit tudnék csinálni, ezekkel az orbokkal, hogyha nem a Mass Dispel.
Gyorsan megnéztük, hogy mi újság az inventoriban. De nincs semmi extra. A fír is jó rájuk? Ó, köszi szépen. Mondjuk ahhoz nagyon messze voltak, hogy én onnan majd, hogy ott fíreljem. Your ascension is complete. Az baj. AOE. Nem tudom, hogy nagy CD-t egyébként érdemes az utolsó 15%-ra elnyomni. Például még ezt se tudom. Valószínűleg amúgy nem. Valószínűleg nem érdemes a pakkok miatt. Kövi pakkok miatt. Mert most maradt egy csomó idő a CD-ből. Oda kell mennem. Your ascension. It's complete. Mm-hmm. At the AM. One. AOE. Néztem, hogy oké, okay, van-e fear, van-e mass dispel? Nincs. Akkor mindegy. Three, two, one. AOE. Your ascension. 3, 2, 1. Complete. AOE. Na nézzük. Your ascension is complete. Three, two, drop, one. AOE. AOE. Bait.
3, 2, 1, AOE. AOE. Bait. Dodge. Matematikus vagyok. Azért ment ennek a kiszámolás olyan jól. Jó lassan megy. Pedig amúgy szép, nagyon szépek a sebzések. Amit, hogy szépnek tűnnek, aztán nem tudom, hogy szépek ám. Hát ez csodás. Ami nem az, hogy ezt ütjük, hanem az, hogy nem ment fel az AOE. De amúgy tényleg is való lassan haladunk. De így nem mondanám azt, hogy rossz lenne a sebzés így a grupban. Meghalt a tank, VTF. Elég baj az. Meghalt a healer is. Mármint, hogy ezt most delay-esen mondom, mert nem most halt meg. AOE. Na, mindjárt olvasom a chatet. Aki Shadow Priest-tel beszéltem, mint mondta, hogy a területi jobb, mint a target elős. Igen.
Igen. Amúgy ez így van. Pláne, hogy a target elős az eltűnik, hogyha meghal közben a mob. Your ascension is complete. AOE. Targetelős lustább, de több vele a macera. Ja. Ja, igen, pont most te is ezt írod. Your ascension is complete. Hát a fear az még amúgy jobb is, mint a mass dispel, az a helyzet. De igen, azt hittem, hogy a mass dispel itt a legtutibb. Sasuke-a tip. AOE. Az baj. Tényleg amúgy nagyon jó volt a tips. I simply wish you had lasted. Elnézést. 4 millió sebzés egyszerre. Hát ez nem néz jó, meghalt mindenki. Hát ez elég szomorú. Van, még nyomja. Ki tudja meddig. Tank se nyomja már. Az a gond, hogy nekem abszolút nincs meg ez a tank rút, úgyhogy hát így most nehéz CD-zni, érted, hogy mire nyomjam. Hát most legalább lesz egy csomó CD bosszig. Menjenem. Ja, és el is kellett CD-zzek a bosszig. Hogyha azt akarom, hogy jó legyen. Nem könnyű a DPS élet? Dehogy nem. Az igen, amúgy tényleg az Enforcer olyat csapott a tankra, eltűnt a HP-ja. Hát ez hihetetlen, hogy nem kerültek fel a dotok. Hát a healer. A tank paladin nem tud célezni, vagy csak neki nincs kirakva? Szerintetek? Ja, de ott van. Bocsánat, akkor nem szóltam.
Ja, hát ide nem kell CR, szóval nem azért kérdeztem. Szóval félre ne értsetek, sorry. Csak így ránéztem és mondom, itt kéne lenni a CR-nek, de nem mutatja, de arrébb van. Be lehet, hogy megrecsenünk. Nem recsen. Hát ez kemény amúgy. Nem irigylem a healert. Ilyen bejelentés kell, lesz 6-kor. Ja, és amúgy még volt cukorka is. Nem vágom, srácok. Én az vagyok, aki egyébként így általában nem vár semmit. Aztán majd lesz meglepetés. Jó, elnyomjuk ezt. Blood DK-nak a célja a legjobb, mert 100% HP-val húz fel. Na, az elég király. Itt 60%-ig kell ütni a boss-t, hogy meddig is kell, srácok. Ott van? Lehet, hogy ott van.
Na, az hogy lehet? Hát erre nyomtam amúgy a Shadow Crash-t, azt nem volt rajta a mobon. És úgy damage-eltem. Szerintem amúgy nyugodtan élethetsz itt, Bajusz. Ha rám hallgatsz. Mert ott van a előző bossnál a checkpoint. Meg ez most már úgyse lesz meg szerintem időre. Mindegy. Jó, megnéztük itt a inventory-t. Vagy mi az a karakter statokat. Megint amúgy valami olyanra ment el a Shadow Crash, hogy megint nem kerültek fel a dotok. Hát kell rakjam a talentet. Idegesítő nagyon. Hát én most itt meg fogok halni. Nem kaptam semmit. Hát egy izét és Power World akármit elnyomattam volna. Végül is elfogadom, mert egy csomó van. Elnyomtam az AOE-t, de hogy minek? Ezt elszúrtam. Igen, nyomtam az AOE-t. Spread.
3, 2, 1, AOE. Ring. Nice. For you have aided the end of all things. Hú, hát ezt nem gondoltam, azt hiszem. Ügyesek voltak a srácok. Köszi, köszi. Ó! Oh. Vizuális effektusok. 2500 ér. Ez mi? Ja? De ez mi? Srácok. Sziasztok, fú basszus, végignéztem a Zero Sievert-es vodot, nagyon el van találva a játék. Ja, rohadt jó a Zero Sievert. Ez micsoda, srácok? Miért mutat nekem egy Wario sapkát? Ezt lehet tudni. Hajrá, annyira megjött a kedvünk tőled a Wolfhoz asszonnyal, hogy mi is ízítjuk a gépeket. Na, Blasius, jó gémet. Köszi, skacok, szívecskám. Köszi, köszi. Ennyi volt egyébként. Ennyi volt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy csatlakoztatok. 5 óra van, talán még annyi belefér, hogy nyomjunk egy delvest. Egy jó delveset. Már kaptál egy Warrior sapkát? Nem kaptam Warrior sapkát. Ezt a... Hogy hívják, ott kaptam meg, mindjárt mutatom. Ezt a Luminous Nerubian Catalyst Stone-t, és azért nem értettem, hogy miért kaptam Warrior sapkát ebből a Stone-ból, ami kinézetet ad egyébként. Ami ugye adja azt, hogy ha ide jövök, akkor ilyen más lesz a sapka, nem? Nem lesz más? A válasz. Akkor ez már a világítós kinézet? Melyik a világítós? Ez ugyanaz? Vagy ez csak a Mythic-nél van? Relogolni kell? Na látjátok, ezt nem tudtam. Köszi szépen. Na most már csak a körvet kéne összehozni, úgyhogy a hátralevő időben, így a szezonban, hát ugye még a 10-es kulcsokat jó lenne megcsinálni, de a körv, hát ugye megvan a 2500, kell a körv és a 10-es kulcsok. Ez van így még hátra. Aha, tényleg kellett a relog, jól mondtátok. Ú, és akkor ez most ilyen lángolós. Aha. Aha. Na, mutatom a különbséget. Persze lehet, hogy ide kéne álljak inkább, és akkor jobban látszódik. Tehát, hogy most így nézünk ki. És akkor lángolós lesz a válasz is, meg a sapka is. Ha minden igaz. Na, ez járt a 2500-ér. Amúgy ez elég jó. Úgy érzem, hogy mi az, megérte megcsinálni a 2500-at. És ha most egy altal van egy set piece-em, ami válasz és sapka, akkor arra is megkapom ezt a cuccot, tehát hogy ez Warbandre vonatkozik? Az összesre. Nice. Nice. Király. Jó.
Na hát akkor gyors delves, megyünk. Delves, 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 ez itt micsoda? Na tessék. Hello Fallba amúgy is kell delveket csinálni. Nem tudom, hogy ez mennyi idő lesz, de igazából itt most az a cél, hogy egyen nagyobb delvet menjünk. Szólóba. Soha ne megcsinálni a legnehezebb delvet is, mármint úgy, hogy a legnehezebb nehézségen a delvet, illetve meg kéne ölni a Zekvirt, a két kérdőjeleset. A két kérdőjeles Zekvir a legdurvább, igaz? Nincs három kérdőjel. Még nincs. Na, úgy néz ki, hogy a 11-est azt írja, 623 plusz a 10-es. Tolunk egy kaját. És Healer Brennel fogunk játszani. Elég egyszerűnek tűnik ez a delv, bár nincs tapasztalatom itt. We burn brightly together. Meg kell menteni a malacokat. Hát erre most nem lesz semmi, de nem baj. De amúgy van, van minden is. Az igen. Elnézést. Az első alá legalább már megvolt. És a CD-k is eltűntek. Majd ugye a CD-k is megvannak. Viszont talán kevesebb enemy van most. Mész innen? Milyen rohadt gyorsan robbant fel. Elnyomtam a dispersion-t és haltam. 33 millió HP. Jó, várunk akkor CD-ket. Erre megvárjuk a CD-ket. Lebörztöljük. Mehet egy kaja is addig. Azt mondtam, hogy nem tűnik nehéznek, azt jól megrecsentem. Ezek az itemlevelek, itt javasolt itemlevelek mókás emerugóval vértízadok, egy 8-ason, 6-35-be, de 600-ason a Frost DK-val facetankolok mindent. Igen. Igen, híres utolsó mondatok. Na nézzük. Menj már innen.
hittem komolyabb sebzés lesz rám az enemének. Ehhez képest meglátjátok, hogy semmi nem volt. Hát igazából csak ki kellett állni a képességekből. Ami most meglepett, hogy csak ennyi. Ez micsoda, amit ő csinál? Mit tudhat vajon az a képesség, az az Equirás? Látom, mint hogyha hílelődött volna. Treasure-ös van itt. Jó van, biztos van treasure, nem érdekel. Nagyon sikítozott, úgyhogy adtunk neki egy kis fírt. Jó, még egyszer sikítozik. Semmit nem csinált. Ez most így egyelőre jónak tűnik, srácok. Szemétje. Mondottam, leszedem róla azt a Battle Rage-et, vagy micsodát, azt mire nyomtam a Mass Dispert, mert nem is volt rajta. Visszamenjél! Visszamenjél! Na. Na de jó. Ha itt tudjátok amúgy a fix ládák helyét ebbe a delve, nyugodtan szóljatok már. Azt még nem csináltam. Legalábbis ebben a delből biztosan nem. Na hát most már 12 millió HP-nk van. Hoppácska! Egy percig víz alatt lélegzés. Hát, szerintem azt úgyis meg kell csinálnom. Az baj viszont. Nem merek megmozdulni itt a orb miatt. Na, csak megjött az orb. Na, már 10 percet csináljuk, de hát... legalábbis kb. 10 perccel. De még sehol nem tartunk, azt érzem. Ennél a malacnál lehet tudni, hogy ő amúgy egy kamu malac.
vannak rá figyelmeztető jelzések. Nem rossz erre nyomta a támadást. Jól egy kis cucc a földre, oké, ott vannak. Kamu malac! Nem pók malac. Hanem át lettem verve, ez egy mimik volt, vagy mi ez. Basszus. Na ő kamu malac vajon? Édes Isten! Édes Isten! Ő nem tudom, hogy honnan jött be. Nem öltem még Zekvirt, mert ugye ez csak 10-es. De ez a legnagyobb, amit tudok tolni. És azt hiszem 11-es kell a Zekvirhez, vagy nem tudom amúgy mennyi kell. Megmondom őszintén, de akarom majd azt csinálni, úgyhogy azért is gondoltam, hogy ha már 2500 megvan, akkor haladjunk szépen tovább a progresszal. Egy életünk van hátra? Itt hányszor lehet meghalni? Háromszor? Jó, szerencsére még lesz egy életünk. Hat millió sebzett asztalat. Annyira alacsony volt a HP-m, hogy most így ez a 12 millió nem volt meg, vagy azt már el is vesztettem sokkal korábban. Szerintem mit kéne lennie valahol a checkpointnak, hogyha itt van checkpoint? Nem voltam közel hozzám véletlen.
Ott van Reno Jackson mehet. Mehet a Reno Jackson. Let's fight! Ja, ez menő. Reno hátizsákjából most dobálni fogjuk a dolgokat. Remélem nem ellenséges vagy. Hát ez... de szép volt amúgy az a bomba. Az előbb egy ilyen ölt meg. Vicces. Az Equirez 8-as dev kell, úgyhogy maradjon élet a végén. Hát ezt nem hiszem el. Csak a malacok ezek átvernek. Két... Ne! Két kérdőjelesház, 10-es kell, ha. Azért, oké, majdnem kaptam itt. Jesus! Fú! Igen, sejtettem, hogy itt valamelyik átverés lesz, mert láttam, hogy sokkal több malac van lent. Használhatnám amúgy a Dispel Magic-et. Na nézzük! Itt kell élet a végén a két kérdőjelhez. Hát ha tudják ezt a srácok. Ezt nem hiszem el. És az a helyzet, hogy még kettő megszivathat. Bár ha belehalunk, akkor valószínűleg nem ebbe fogunk a malacba. Ja, hogy ez is számított? Na, zsír. De jó.
Na megvan az ötszer. Üsed, üsed. Oha. És akkor ellene kell küzdeni. Hát, ezt kivárjuk. Meg megnézzük, hogy ez a kaja buff, ami most meg nem mondom, hogy ott van, az üti az enyémet, az 5% intellekt. Nem, felmegy egymás mellé a kettő zsír. Na hát, nézzük meg. Beleadunk apait, anyait a bokpájperesben. Jó. Na, let's go! Tök jó, tauntolt egyet, Bran. Nem jó. Okay. Hát meg lett. Na, akkor mehet a 11, majd. Köszi, köszi. Kulcsot amúgy lehet átadni? Nem. Szerintetek érdemes ezt a ládát kinyitni? Mármint olyan szinten, hogy a kulcssal az csak erre a karakterre tudom elhasználni a kulcsot, igaz? 11-re kíváncsi vagyok, amúgy ahhoz hozzá se nyúltam. Én is kíváncsi leszek. Nem, most Zekvir már nem az a helyzet, hogy már fél 60.
Hát nem, volt, nem voltam a legjobb az a helyzet. A Green Battle-oson. Na jó, kinyitjuk. Basta! Hú, azt... Na jó, mehet. Olyan, megint azt hallottad. Micsoda? Hogy micsoda? Valamit mondtam? Hú! 11-es delv. Úgy van egyébként, hogy curve, 10-es kulcsok, és 11-es delv, meg Zekvir, talán az utolsó kettő az egy helyezésem van. Kulcsunk pedig egy jó miszt. Egy jó miszt, bakker. Ja, és ugye lett egy mid-track-es itemünk. És tudunk majd fejleszteni Vristet is somával. És ha már itt vagyunk, akkor mielőtt még befejezném, előtte gyorsan egy kis fejlesztés. Azt mondja, hogy beletehetünk 45-öt. Ugye? Igen, 45-öt. És akkor végre nem leszek Valor Cap-em. Jó, és most már 632-es lett a chest. Nice. A sapkám az még champion? Hát jó. Hát jó. Aha, és az arakarásat is feljebb lehetne tolni. Oké. Okay. Hát azt a chestet azt meg fogjuk tolni, mert nagyon jók rajta a statok mindenféleképpen. Meg amit még meg kéne, az a Vrist fejlesztés az majd kell. Úgyhogy az is így terv van. Jól van, srácok. 2508 a cél elérve. 10-es dungeonöket még jó lenne tolni. Körvöt meg kéne csinálni. És 11-es delvet letolni, illetve a két kérdőes Zekvirt szintén megölni. Egy jó ideje már nem voltam raidbe, de látjátok, hogy azért talán ebbe a szezonban voltam, úgymond a legtöbbet raidbe, úgyhogy nem volt legendary, amit farmolnom kelljen, mert ugye az előző szezonban megtoltam a raideket egy kicsit, csak azért, hogy kiesen az evokának a legendary, kiesett, és hát most azt tudom mondani, hogy megvan, juhú, de pihen a bankban. Az a helyzet, hogy pihen a bankban. Hogy állunk amúgy ezekkel a az eventes tokenekkel. Azt írja, hogy van 70. Na tessék. És az evokerre van 39. Oké. Okay. Jó, úgyhogy így állunk ezzel az eventtel. Azt is nyilván kéne csinálni, de hát streamen kívül most így nem nagyon játszom, amióta új cecákok vannak. Köszi, hogy itt voltatok, srácok. Remélem, hogy élveztétek a mai vovozásit is. Jó lett ez a mid-track-es chest.